Na, sziasztok! Ez egy ismét egy vlog lesz innen Nagy Itcéről. Most egy nap, most pont elmegy egy hív, akkor ezt most megvárjuk. Szóval itt vagyunk a Nagy Itcei hív megállóba, és majd elveszett vágányokat fogunk keresgélni. Mert van itt egy pár, itt régebben azért több vágány volt, plusz kicsivel később arra felől indult a Rákos keresztúli szárnyvonal. De az, és annak némi maradványa még meg is van, plusz egyébként volt itt egy hunokvágány is régebben valahol, hogy itt a Piros Rózsa utcából is nagyon régen jött egy vágány. Fényképet erről nem találtam ugyan, de most megint a reklám helye lesz, de megérdemlik. Szóval van egy olyan oldal a Facebookon, hogy elveszett csirek Magyarországon, és ott található egy térkép, amit egyébként lehet szerkeszteni is, hogyha valaki tud olyan régi elveszett vágányt, ami még nincs benne, de be lehet szépen rajzolni, és akkor ott megvannak ezek a régi elveszett vágányok, így teljesen a térképen berajzolva, hogy merre jártak. Tehát az ilyen magamfajta elveszett vágány keresőtnek ez hasznos segítség egyébként itt Nagy Itcén. Ugye szolgálata szem már nincsen, ez egy ugye, állomás egyébként, meg ott a hátul van vágánykapcsolat is, de meg térközőri szolgálat is van, és néha azért működik is. Köszönöm. És egyébként itt, tehát itt régen azért elég sok vágány volt, de mostanra már ez az egy maradt. De megnézzük onnan közelebbről is. Itt régebben, még amikor rendszeresen jártam erre, úgy 7 évvel ezelőtt, hogy akkor már nem, de ilyen 8 évvel ezelőtt kb. Amikor rendszeresen Gödöllői hívvel jártam, mert Gödöllőn dolgoztam, és már itt laktam. Na, akkor itt láttam, hogy itt lakodó vágány, stb. Van, és itt nézzétek, itt van. Ez már is egy elveszett vágány. Itt egyébként régebben több lakodó vágány is volt, hát most már ennyi maradt meg, ezért ráholták a földet, stb. És itt volt egy nagy lakodó, ott valami faipari telep volt, ami rendszeresen szállított, ugye itt a hívvonalon, és itt volt a lakodóvágány, ide álltak belakodni. És ennyi, és itt egyébként szerintem régebben több vágány is volt, erről a régi videófelvételek is vannak. De majd megmutatom, ami itt még érdekes, hogy itt valahol arrafele volt egy ilyen azért szovjet katonai központ, és oda két iparvágány is vezetett be erről a vonalról. És az egyiknek még rengeteg maradványa van. Úgyhogy azt is meg fogjuk majd nézni. Tehát itt egy olyan ennyi maradt belőle, de egyébként itt is vágányok voltak. Tehát itt volt még egy vagy két vágány. Innen, igen, ott látszik is. Ezeket a kicsit nagyítani. Ugye csak, hogy itt egyet már elbontottak, oda tettek egy oszlopot az ő szelvényében, de itt is volt egy. Hát itt meg ugye van egy friss aszfaltozás, tehát valószínűleg itt is. Ja, hát itt meg azért látszanak itt a vágányok nyomai, ezek a bazaltkövek itt. Ez ugye ugyanilyen kavicságy volt, mint amit itt láttok a sinek alatt, az ágyazat. Ez megmaradt. Ugye a sineket könnyű felszedni, még a talpfákat, vagy a betonaljakat is azért, meg ugye ezt megéri, mert lehet használni másra. Ezeket a nagyon apró ilyen bazalt köveket már nem nagyon lehet másra használni. Maximum út alapba jó. Ugye itt. Nézzétek, hogy ez ugye nemrég volt aszfaltozva, az látszik is, és hát ugye a sinek megvannak, csak ugye ráaszfaltoztak, tehát itt is látszik, ott van a vágány, mert felszedni macerásabb. Még igazából nincs is értelme. Tehát több vele a munka, mint amennyi a haszonjelenségeket, így nem zavar senkit, hogyha egyszer ráborítják az aszfaltot. Tehát biztos sok ilyen elveszett sín van még itt aszfaltok alatt, és ugye, hát itt látszik, hogy meddig tart a friss aszfaltozás. De itt mutatom mindjárt, hogy ezt nézzétek, és akkor a régi lakodó az valahol itt volt. Lehet, hogy ma azóta eltüntették. Valakinek útba volt, akkor az már el van tüntetve. De ami érdekes még, majd azt meg fogom mutatni, hogy a régi Rákos keresztúli szárnyvonalnak a kiágazása az megvan, és
nem is véletlenül hagyták meg, mert azt még szokták használni a mai napig is. De majd, hogyha odaértem, akkor azt is megmutatom. Egyébként itt van a... Ugye látszik, azért van egy vágánykapcsolat, de üzemszerűen menetrend szerint ezt nem használják, de itt egyébként ugye lehet a egyik vágányról áttérni a másikra. Rendkívüli helyzeteknél például, hogyha balesetről valamiatt egy vágányozás kell, akkor itt meg tudnak a szerelvények fordulni. És akkor meg is szokták nyitni ezt a szolgálati helyet. Egyébként ide voltak ide egy csomó követ, bár szerintem itt is valami vágánybontás volt és felszedték. Látjátok? Ezek itt talpfák. Tehát szerintem itt volt, itt volt a lakodó vágány régebben. Erre még emlékszem is, hogy ez még megvolt egy olyan 7-8 éve. De ezt ugye kiszedték innen valamiért. És ennyi maradt a faipari lakodóból. Ezt viszont már nem. Ezt nem használták már akkor se. Igen. Viszont ugye... Ez egy ilyen BMX vagy gördeszka pálya, vagy valami hasonlónak tűnik. Hát itt vannak ilyen maszek építmények is, meg... Hoppá, igen, azt hiszem, lakik is valaki, de... Ezt szerintem ezt így ide tették, hogy így lehet jelakodót hasznosítani újra. Görkor is sok gördeszkás, mert mutatom, aztán BMX-esek tudták használni. És ennyi, meg is maradt belőle egy darab sín. Hát, jelzést nem látok rajta, hogy hanyas, de így ránézés a 48-as. De jó, az azt jelenti, csak úgy tájékoztatásul, hogy egy méter sínszál az 48 kg a 48-as síneknél. Az már elég nehéz, és hát most már inkább mellékvonali sínnek használják, de régebben fővonali. És mivel van, igen, itt valaki lakik. Arra nem megyünk, ne zavarjuk meg, igen, valószínűleg azt az építményt is ő rakta oda. Még lehet, hogy nincs is itthon, de nem piszkáljuk. És hát jó, hát ezt a lakodót akkor én most körbe mutogatom. Ez van még itt. És hát ezek is sínszálak egyébként, de ezeken nem vonat járt. Hát ez meg itt aztán ki tudja, hogy micsoda. De amúgy lehet, hogy itt is lakottak, tehát a lakodóvágány még itt is lehetett ott hátul. Kiágazásba, de hát ezt most így fejből nem tudom. És most megnézésre tudom, mert a mobilnetem most nem valami jó. De majd talán egyszer. Lehet, hogy majd utólag ide bevágom a képet az elveszett sínekről. Hát most lemászok innen, aztán majd folytatjuk. Amit még szerettem volna mutatni, hogy itt is látszik a kiágazás nyoma valahol, de ezt most így fejből én sem tudom, de majd megkeresem itt nektek. És itt a Láncsa utcán ment a régi vágány, és annak láthatóbb nyomai is vannak, úgyhogy majd azt fogjuk megnézni. Na, sziasztok! Szóval akkor megint itt. Na, erről beszéltem, itt van ez a kiágazás. Ez volt régen a Nagy-Iccei szárnyvonal, vagy a Nagy-Iccei, ez a Rákoskeresztúri szárnyvonalban, most egy Nagy-Iccén. És figyelmesebben megnézitek, az is látszik, hogy a sín még fényes. Hogy ezt használják. Mindjárt azt is elmondom, hogy mire sőt, szerintem videót is fogok róla bevágni, mert egyszer volt szerencsém itt kifogni egyet. De így megmutatom szépen a kiágazást. Ez itt a sima, ez a, azt hiszem, Tököli útjának hívják ezt az átjárót. Mindegy, majd folyna. Igen, közben azért buszforgalom is van. Elmegy egy konnektó. És megyünk mi is. Jó, majd, hogyha átmentem a túloldalra, akkor folytatjuk itt, azért ez nem olyan egyszerű. De magasan megyünk. Jó, hát addig akkor elmondom itt a Delta vágány történetét. Ezt ugye, jó, most pont nem látszik, de ott van a háttérben a kiágazás, hogy mostanában ezt a kis megmaradt rész, közben át tudunk menni, szerelvény fordításukra használják. Itt szokták néha megforgatni a szerelvényeket, hogy mindkét oldalon a tengelyek egyenletesen kopjanak, vagyis hát a kerekek. Ez úgy szokott történni, hogy na, majd mindjárt átváltok a másik kamerába és megmutatom.
Ez itt úgy szokott működni, hogy ugye itt ezt a vágányzárosodunk volt, de látszik, hogy ez is új, tehát nem mondtak ám le még erről a deltáról. Tehát, hogy itt ugye váltót állítanak, bejön a szerelvény egészen a végéig, ott egészen a vágány végéig elmegy, és aztán menetirányváltás után megfordul, és ott megy ki, arra. Ott megy vissza a vonalad, és akkor így szokták megfordítani. Egyébként ugye ez az a vágány, de majd mindjárt mutatom. Most a keresztúri szájvonalat nem fogom bejárni, mert ez most elég sok idő lenne. És inkább az, itt a Láncsa utcát mutatom, meg ahol több nyoma van annak, hogy ott valaha vonat járt. Itt ezt a vágányt, ezt tényleg ezt így üzemi okokból hagyták meg, és onnan azért bak után felisszedtek mindent, és de még nyomai egyébként itt is vannak, ugye vasúti nem, tehát síndarabok meg ilyenek már nincsenek sehol, de hogyha figyelmesebben nézi az ember, akkor vannak látható nyomai annak, hogy régebben arrafele vonat járt. De ezt majd talán egy később videóban be is fogom mutatni. Érdemes. Ennek is ellátogatni, és egyiket jól kivehető egy darabon a nyomvonal is, hogy merre ment. Ugye látszik, hogy ezt a vágányt azért mondom, néha szokták használni. Évente azért egyszer-kétszer van az, hogy a szerelvényeket megforgatják. És ez is szokott történni. És általában az ilyen hétvégi reggeli üzemkezdeteknél, vagy ilyen üzemnapokon van. És ugye ott már látszik az is, hogy jön visszafele. Mindjárt megnézzük. Hát igen, itt azért az oszlopok is eddig megvannak. Szerintem itt is voltak egyébként, igen, addig, hogy mi volt, amikor még felső vezeték is volt. Hát ugye azt látjátok, hogy a vezetéket már leszették, vagy lelopták róla. Hát az eltűnt, tehát amikor ilyen szerelvény forgatás van, akkor a 735-ös a hépbabó szokott jönni, és azt tologatja itt a szerelvényeket. Tehát ezen önerőből már nem tudnak mozogni. Mondta azért, mert ilyen a felső vezeték eltűnt. De egyébként itt igen, ez egy... Ami az a Rákos keresztúri szájvonal, ez egy ilyen egyvágányú, kvázi villamosként működő vonal volt. Ilyen egyvágányú volt, és bizonyos megállóban voltak kitérők. És nagyon negyed órás követéssel járt, aztán az utolsó éveig. Csinált egy húrkot, és ugye itt visszajött. Megmondom, voltak leágazásai is. Na jó, hát akkor egy ilyen rennyet, itt látszik még, hogy a vágány az egy darabig még tart, csak ezt már nem használják, csak ez pár éve itt ráépült ez a parkolóhely, de a sineket itt se szedték föl, mert gondolom, hogy többbe került volna, mint ezt simán megcsinálni, és hát azzal csak munka lett volna, pénz lett volna, és igazából itt enni nem kér, jó helyen van az ott a beparkoló autókat nem zavarja, miért szedték volna föl? Az oszlopok is azért maradtak még meg, mert felesleges őket kiszedni, mert itt nem szabadnak senkit. Funkciója sincsen ugye új, de oda se neki, ezért minden maradhatod. Jó, hát ez majd egy olyan ennyi, majd még a vágány végét megmutatom. Na hát igen, eddig. Maguk a sinek eddig vannak meg, ez már. Hogy amikor ez az épület ide épült, akkor szedték fel itt a maradékot. Itt még egy pár méterig tartott. És egyébként ugye arról jöttünk, tehát itt a... Akkor és most éppen piasznap van, azért vannak itt ilyen sokan. A szombati piasznap, de egyébként itt nyire megmutatom még itt az épület másik oldalát. És ugye azért, mikor ezek ide épültek, akkor még felszedtek egy darab sín, de... Ennyi, de tovább már ott sem volt, mert ott már ilyen sétány épült régen a pálya testejére. De hát ez így ennyi. Akkor most visszamegyünk a delta másik kiágazására. Szóval visszajöttünk, akkor ide, ez itt a deltázó vágánynak a másik része. Ugye erről jöttünk, és akkor most ezen is visszamegyek, aztán addig is. Mesélek kicsit a történetéről, azt nem mondtam még el a hévtehel szállításról, hogy nem azért szűnt meg, mert nem volt mit szállítani, hanem 1996-ban, valamikor 1996 vége fele, így rendeletileg
azt mondta a BKV, vagyis hát a hévüzemágra a BKV-nak, hogy nem. Nem szállítunk többet egyszer, de ez csak így váratlanul. Tehát minden hév melletti üzemnek, és mindenki így. És megmondták, hogy mostantól vége, nem viszünk el semmit. Hát így nyilván nem örültek neki. Főleg, hogy volt olyan üzem valahol a Szentendrei hévvonalán, amelyik egy fél évvel ezelőtt teljesen rendben adta a saját iparvágányát önköltségen. Felújította teljesen, hogy azt még azért használná jó pár évig, de azt mondták, hogy nem. És ezt annak ellenére szüntették meg a teherszállítást, hogy nyereséges volt. Nem értette akkor se senki, hogy ez miért kell, de ez így volt. Hogy 1995-ben még vastagon nyereséges volt a teherszállítás. Aztán még hogyha esetleg ugye ráfizetésesbe is ment volna át, 96 után, bármilyen igazából, miért, tehát igazából ugyanazt vitték, ugyanúgy. Még akkor is megtehették volna, hogy például árat emelnek, de nem. Ez inkább politikai döntés volt, mint racionális, de hát azt ugye tömegközlekedésben ezt megszokhattuk. És akkor amit szerettem volna még mutatni, pontosabban, csak most kicsit most keresem, hogy hol van, de van mindjárt, tudom, hogy egyébként itt visszaértünk a fővonalhoz. Tehát, hogy arrafele megy a pálya Gödöllőnek. Értve hát, hogy a Szinkotánok ott szétválik a Csömeri meg a Gödöllői ág, de mégis ugye arról jöttünk, arra van Nagy Itze. És amire így felhívnám a figyelmeteket, hogy azt az oszlopot a figyelmesebben megnézzétek, ezt a villanypóznát itt a szélen, ismerős lehet. Bizony, mert ez egy felső vezetéktartó oszlop volt. Tehát itt volt az egyik. Ennyi, tehát itt ugye ott volt egy iparvágány, ami villamosítva volt. Tehát az ott egy felső vezetéktartó oszlop. De megmutatom közelebbről is. Csak ezt belejövök a vágányról, mert itt azért vonatok járnak, mert ugye a hév az üzemel. Hát ez itt egy felső vezetéktartó oszlop. És mindjárt visszajövök, csak itt megkeresem, hogy valahol még az is látszik, hogy hol volt a kiáldozás. Itt vagyunk a 65-ös szelvényben, és ugye, az érdekesség az ugye itt van. Itt látszik, hogy itt az árok ugye megszakad, vagyis egy szemébe, és itt volt valahol a váltó kiágazás, amivel ugye ez a Lándzsa utcai szárnyvonalra volt kötve. Valami talán még látszik is belőle, errefele. Valószínűleg itt volt a váltó. Ez lehetett az itt, ahol a váltó itt maradt. És valahogy itt a kiágazás, ugye az... Nem tudom mennyire tudjátok, de a Gödöllői hév az a mai napig baljáratú, és mindig is az volt. Tehát itt a Gödöllő fele tartó vonatok, azok ezen a vágányon jönnek. A fasz a másikon, tehát pont azért, mert hogy ugye baljáratú a másikon jönnek. És ugyanígy közlekedtek a tehervonatok is. És szerintem itt lehetett a váltó, amelyik arrafele kiágazott. Annak aztán volt hangja. És akkor mondjál, megnézem, hogy hát ha itt még valamit fel lehet elni belőle. De ugye itt nem véletlenül szakad meg az árok. Ugye itt volt az a bizonyos kiágazás, az egyik. És ugye erről még azért lehet fényképeket találni. 90-es évek elején ez a vágány kapcsolat még be volt építve. Igaz, hogy használni akkor már nem használták, mert ugye az egy katonai terület volt, ilyen szovjet. Okay. És amikor kivonultak a szovjet csapatok, akkor ugye azt felhagyták, és a Magyar Honvédség élet, úgy tudom, de nem használták semmire. De legalábbis teherszállítás az utána már nem volt. Arrafele, de... Hát ugye itt, tehát látszik, hogy biztos, hogy itt volt a váltó. Bár egyéb látok, hogy nyomai nincsenek, de egyébként így néz ki egy sínjelölés, amikor még... Tehát ez egyébként majdnem minden sínszálon van, csak ugye, hogyha már nagyon rozsdás, meg lekopott, akkor nem látszik, de ugye DG, az a Diós Győri művek, 1988-ban gyártották, és 48-as típusú sín. És vonat is fog jönni, mert úgy fénysodonpóvát váltott. Nem baj, legalább át tudok menni rendesen az ebráig. Úgyhogy az egy olyan szendem, manapság már mellépvonalakba szoktak 48-as sineket beépíteni,
általában félvonalból kibontott formában. Mert a mellékvonalban azért ilyen 60 vagy 80 km-es sebességre ezek alkalmasak. Meg ott kevesebb a vonat, főleg a tehervonat, amelyik jobban szétnyomja. És ott azért még évtizedekig jó lehet egy 48-as sí. Fővonalban már inkább 54 vagy 60 kg-osat építenek. Mert nagyobb a tengely terhelése. Na, mindjárt megérkezik a vonat. Már szerintem azért olyan gyorsan nem jön, ami meg is fog állni. Hát, itt még van két sínszál, de hogy ez mit keres itt, azt nem tudom. Meg itt egy sínszálból épített kerítés eddig, aminek szintén nem tudom mi értelme van, de van. De hát ezt is látjátok, hogy rendes sínszál ez is. Na, mindjárt jön a vonat is. És itt is ugye sínből épült a támasztó is. Mezanyám. És majd ugye itt arra fogok menni. De az iparvág az valahol itt ágazott ki, és itt jött. Szerintem a bicikliút helyén van ameddig. Majd átmegyünk a túloldalra, és akkor ott azt megmutatom. Hát ez volt egy mostani vonat. Azért elveszett, tehát valahol ott lehetett a vágánykiágazás, és itt jöhetett így a sín. Ugye látszik, hogy itt is van egy felsőleték tartóztat, ez a villanypózna is. Rámegyítok, hát nézzétek meg. Ez pont ilyen hét felső vezetéktartó sztop volt. És valószínűleg a vágány az így jött tovább itt valahol erre. Mert szerintem itt még nem volt beépülve, és itt tudott jönni erre. De ugye ott a háttérben látszik még egy oszlop, majd kicsit közelebb megyek és megmutatom, de valószínűleg itt egyenesen tudott elmenni tovább a vágány, mert ugye volt egy másik kiágazás arra, viszont ami miatt jöttem, az itt a Láncsa utca, hogy itt viszont volt egy leágazása, valahol itt mehetett az iparvágány tovább, és ez ment egyébként a laktanyába. De mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondoltam, hogy te közelebb értek, mert itt azért több nyoma van errefele, hogy valaha itt iparvágány volt. Azt mondja, hogy ez itt nem, viszont tudom, hogy itt. Látjátok, ez is egy oszlop. Tehát itt errefele még az oszlopok megmaradtak. Ez itt például. Jó, benőtt itt a gaz, de ez itt egy felső vezetéktartó oszlop volt valamikor. Azt mondja, hogy is. Úgyhogy a vágány az itt mehetett. Itt erre. Ja, valahol itt, hát annak nyoma már nincsen, mert itt ráadásul 2010 és 12 között ilyen fejlődő keltváros színén még aszfaltoztak is. Arrafele van egy ilyen tábla, majd megmutatom, de ha valaha is bármi nyoma volt, akkor biztos eltüntették. Viszont ezek az oszlopok, ezek megmaradtak. Ja, nézzétek meg, hogy rendesen vasból van, mert ez a BKV-s, tehát egy tipikus ilyen BKV-s héves felső vezetéktartó oszlop ez. És ezek itt végig megmaradtak, ezek mutatják a vágány nyomát, hogy hol mehetett itt valahol errefele. De majd itt beszélve meg is fogom mutatni itt a közelbe, itt ebből több is megmaradt. Ugye itt látszik, hogy ott is van egy ugyanilyen oszlop, ott arrafele. Felhasználták villanypóznának. Tehát szerintem itt is volt egy nyomvonal valahol, errefele. Ezt mondjuk ez még nekem is újdonság, ezt most vettem észre, én is, de meg fogom nézni. Szerintem ugye arrafele mondjuk nem látok pózna. Tehát valószínűleg itt csatlakozott, vagy itt ágazott ki, és itt egyesült a két nyomvonal. Viszont ez már ismert volt, eddig is előttem. Tehát itt volt egy íve a vonalnak, itt valahogy így jött, mert ott a következő oszlop. Tehát ott fordult be egészen a laktanyáig. És akkor amit akartam itt még mutatni, errefele legalább autók nincsenek. Itt egy ez a terület. Mondja, hogy amit mindjárt megmutatom, hogy itt volt egy ilyen fejlődő keltváros program, amikor rengeteg utcát leaszfaltoztak. Sok helyen amúgy aszfalt sem volt, vagy ilyen nagyon szal minőségű. És akkor ugye, hát jó, mondjuk ez nem az aszfaltozásról szól, hanem erről a közterület megújításról, de lényeg az, hogy a Láncsa utcát aszfaltozták akkoriban. Ez egy olyan 4-5 éve lehetett, és ha valaha is volt valami sínmaradvány, azt akkor eltüntették.
akkor... De maga a vágány az itt jött. Az még látszik, itt errefele. És ugye itt az oszlopok nagyon jól jelzik, hogy merre ment. De más látod, hogy ma nincsen megvegítője, gondolom be is épült itt a terület. Amennyire, tehát ezt így... Tehát ott csak, hogy az oszlopokat nem szedték föl, mert az ábor nem használhatók ezek már is. És valamelyiknek még új funkciót is találtak át. Itt például rátettek ilyen világító kandelábereket. Valamelyiket befogták villanypóznának. Pont olyan helyen volt, hogy oda kellett egyet tenni. Ezt be tudták fogni villanypóznaként. És hát ugye ennyi. Itt viszont már jól látszik a nyomvonal megint csak. Itt valamennyire a töltés is, ugye azt is ugye beszánthatták, de egyébként szerintem ez még a tiszti lakótelep volt. Annak volt a része. Itt volt a lakni a szél, és ez volt a tiszti lakótelep. Ez meg ez a tömb. De itt, ha megnézzük, és itt viszont nagyon jól követhető az íve a vágánynak, hogy itt jött be, és itt. Erre fele ment. És itt viszont már nagyon jól látszik. És itt jönnek az érdekesebb részek, hogy ugye, na itt. Itt például nagyon látszik, hogy itt volt a vágány. Itt, ugye? Cik? Még lehet, hogy a sinek is megvannak itt a beton alatt. De azt így ez a galsor itt jól mutatja, hogy hol mentek a sinek. És egyébként, ja, ez már a laktanya területe volt, hát itt most a legendas őfőzde van. De így szépen erre, na mindjárt meg is nézzük. És ugye ez volt a régi iparvágány kapu. Tehát ez már a laktanya területe lehetett itt, innestől beljebb. És itt látjátok, még vannak sinek. De ott át lehet menni az úton egyébként, hogyha meg fogom ezt mutatni. De ugye itt is van egy oszlop, tehát... Észen, tehát egy oszlop, hát itt is volt valószínűleg egy-két oszlop, csak azt kiszedték. Mert itt húbra volt a kerítésnek, gondolom, vagy ellopták, vagy nem tudom, mit történtett vele. De itt még van oszlop, és ott is van egy oszlop, tehát itt jött be a vágány. Az egyik. Na, ugye, bentőle folytatom. Na, nekem jön a hello. Most már talán működni fog, sziasztok. Volt némi technikai probléma itt, az itt a kameraksiával, úgyhogy most átváltottunk telefonra. De közben ugye elsétáltam, eddig is végig néztem, hogy ugye, maga a vágány csak eddig megy, viszont itt biztos, hogy ment még tovább. Hát ez itt már a katonai bázis területe volt, és itt csak ugye sok épületet már felújítottak, meg ugye magáncégekkel költöztek ide. De ugye meg errefele is, ez biztos, hogy a bázis területei voltak. Most itt látszik egy ilyen régi tiszti szálló is, hogy hát ez egy ilyen katonai barak tulajdonképpen. Ilyen szállóépület, hasonlókat lehet látni több ilyen elhagyott szovjet laktanya környékén is. Hát mint az a gaz mögött az a sárga épület. Jól körbe van keréte, úgyhogy bemenni, ne? Most úgy láttam, hogy nem lehet, de majd ide szerintem még visszajövök egy Urbex túrába, és megpróbálok bejutni valahogy mégis csak. Szerintem a másik oldalt kell próbálkozni ott. Biztos, hogy valaki volt bent, és letapasztalta a kerítést. Most érjünk vissza az elveszett vágányokhoz. Ez is úgy nézhetett ki, mint valami ilyen zárt távolat, lehet, hogy motorszínű egyenső volt. Néha, ilyen maguk a sinek eddig. Ez látszik. Jó, feltámadt a szél is. Hát remélem, hogy nagyon nem kavart be a felvételbe. De ugye eddig megvannak a sinek. Itt nagyobb is volt a forgalom, mert ilyen rögtön ugye ketté is ágazik, tehát itt még két vágány is van. Sőt, itt van egy vágány kapcsolat is. Tehát valószínűleg itt egy ilyen kisebb rendező lehetett. És az utolsó felsőzeti tartó oszlop meg ott van. De ugye közelebb meg is megmutatom. Na hát akkor ismét itt. Most megint egy másik kamerával van, mert egyik sem akar működni, de azért próbálkozunk. Itt vagyunk, nagyjából arrafele vannak a vágányok, mint látjátok. Ugye itt az érdekes, hogy van ez a hatalmas nagy kémi, itt tuti, hogy valami erőmű vagy hasonló lehetett régebben, és ennyi maradt meg belőle.
De jó, azt találtam, lehet mindenki neki funkciót, telepakoltál antennákkal, a mobiltelefon átjátszótól kezdve a reli állomásig minden lehetett itt. És itt meg maga, és itt az utolsó, ami még megmaradt felső vezeték tartó oszlop, ennyi maradt belőle. Én majd mindjárt megmutatom ott arra fele is a környéket. Ugye itt látszik, hogy maga a vágány az itt volt. És még kérlek, hogy szerintem itt is, ez is villamosítva volt. Valószínűleg ami villamosítva volt ez is, bár lehet, hogy ez egy rakodó volt, ugye egy kitérőleg, és akkor direkt nem villamosították. De itt egy oszlop sem maradt fönt. Bár valószínűleg azért, mert az oszlopok itt lehettek, és úgy voltak a kerítésnek, és ezeket kiszedték. És itt ugye most haladunk vissza a marra. És ott a másik hasznosítása a funkció nélkül maradt oszlopnak, rá lehet rakni a tévé antennát. Ugye? És eljöttünk, és itt előttünk van ugye, szinte ez a legenda sörfőzde center. Itt van a motor, és hát most éppen nincsenek nyitva. Már nem észre, hogy 14-től 20 óráig vannak szombatonként nyitva. De egyébként itt nagyon finom sörök vannak, egyébként már csak ezért is megérdemlik a reklámot. Itt már korábban, amikor jártam itt szintén jelveszett vágányt keresni, akkor találtam így, hát úgymond rájuk, és hát azóta is szoktam ilyen legendás sört inni, mert jók. Szóval ugye maga a vágány az meg itt vezetett, és itt végig meg is maradt, még az oszlopok is megvannak. És akkor most én mindjárt megnézem ott arra, hogy azt a leágazást, amit most találtam, hogy mennyi van meg belőle, mert azt tudom, hogy azt hiszem a Pilóta utcán is megy végig egy vágány, és hát ment, de a nyomai megvannak. Azt mondom, hogy valószínűleg egy későbbi videóm témája lesz, hogy ott a Mátyásföldi, vagy a Mátyásföldi repülőtér környéki rendező pályaudvarna, az van egy ilyen mini rendező, hogy azzal mi lett. Ugye látszik, maga a vágány az ugye arra van, de hát idefele azon jöttem végig. Úgyhogy az már ugye a videóm rajta van, de most megnézzük, akkor nem ezt. Hogy idefele mit sikerült. Na, szóval mutatok itt még egy érdekességet. Ez itt egy úgynevezett molladi sziréna, ez ilyen légvédelmi, inkább vagy ilyen riasztó, de ezt még nem a háborús időkben építették, mert nem is a hidegháború alatt, hanem most először 2014-ben kezdték el ezeket telepítgetni. És egy országszerte sok helyen van, ez egy ilyen katasztrófa védelem csinálja, ilyen polgári ilyen tájékoztató meg riasztó berendezés. Az arra való, hogy ilyen veszélyes üzemek környékére szokták telepíteni. Hát most itt zuglója, akiket itt van, hogy a ez ami 2012-ben adták ezt ide. Azt hiszem, hogy 2012-ben kezdték, és 2014-re sikerült ezeket feltelepíteni mindenhova. És ez például ugye a 16. kerületben, ott a 14. Van neki a saját mérióra, igazán a katasztrófa védelemnek számláznak neki ezek után. És ez úgy működik, hogy itt ezen a környéken, ilyen 14-15-16. Kerület, meg itt a Kőbányán is, a 10. az égisz gyógyszergyár miatt nyertük meg, hogy nekünk ilyen kell. Ugye vegyi üzem, tehát hogyha bármi katasztrófa történne, akkor ezzel tudnak jelezni a lakosságnak. És ezt évente kétszer ki is szokták próbálni. Érszem, hogy ősszel és tavasszal van egy ilyen egy éles próba, amikor full hangerővel lenyomják a vészjelzésjelzést, veszélyelmúlt jelzést, és egyébként élőszavas tájékoztatást is tudnak, valami hangos egyébként. Hát én a lakásunkkal szemben is van pont egy. És hát lehet azért hallani. De havonta egyszer kipróbálják ki a csökkentett hangerővel is. Hát az nem sok. Az alig hallani. Nem, hát igen, ezeket most hát különbözőekre felrakolják, ami házak tetején is van. Meg hát ahova éppen sikerül lakni. Hát ez ilyen élőszavas tájékoztatás, meg ilyen vészjelző szignálokat nyomnak le. Hogyha bármi történne, hogy még mit kell csinálni, meg milyen súlyos a veszély, azonnal ki kell költözni, mint ez egy pipjaiból, és már jönnek is értünk, vagy elég csak az ablakokat becsukni. De mit hát ez igazából erre való. Jó, hát ez csak egy ilyen kis érdekesség. De hát megyünk tovább elveszett vágánykeres. Szóval hát ez volt az a kereszt utca, ahol én még oszlopokat láttam, hát de ott csak ha egyenesen tovább megyünk, itt még nincsen. Hát valószínűleg tényleg
úgy igaz, ahogy mondtam, hogy ott egy leágazó állomás volt csak. Illetve, tehát ott volt egy kiágazása a vágánynak, és csak a másik irányba ment tovább. De ma mindjárt megnézzük, mert ugye itt vagyunk mindjárt annál a kereszteződésnél, ahol már vannak oszlopok, milyen régi felső vezetéktartók. Úgyhogy majd ott hiszem meg, és még az út is csúszik. Kurva anyja, hát ez kutyaszar volt. Az meg. Egy rohadt kutyaszar. Nagyon sikerült is rajta elcsúszni. Na jó, majdnem produkáltam egy élő adásos segreesést, de nem jött össze. Úgyhogy... Na, legközelebb. De legalább jó, beleléptem egy izmos kutyaszarba. És akkor megérkeztünk. Itt lenne az. És akkor ez lenne az utca. Tehát valószínűleg... Na... Jelentje egy kicsit meg... A forgalom, tehát... Ugye szintén ugye a vágány az itt jött. Egyik, itt bekanyarodott viszont, és akkor itt lehetett egy leágazás, amelyik így errefele jöhetett valahol. És egyébként így meg is mutatom, hogy ez a ugye, Lándzsa utca, ahol az újvon fővonal ment, vagy itt a fő része a vágánynak, és itt a Pósa Lajos utca, ez az, amit ugye most fogok felfedezni. Ugye itt jöhetett szerintem az árok helyén maga a vágány. Ugye, ami látható, nyomot így azonnal kiszúrtam, így csak úgy, hogy benéztem az utcába, az ez az oszlop volt itt. Ez itt látszik, hogy ugye villanypózna. Ez a rendes, hagyományos ilyen beton villanypózna, amit ugye mindenki ismer. Ugyanúgy villanypózna, ott megy valami telekommunikáció, szerintem kábel TV, a Diginek a mancagjai. És ez az oszlop itt, ez viszont már nem az a hagyományos pózna, hanem ez bizony egy felső vezetéktartó oszlop. Viszont pont jó helyen volt, hogy villanypóznát csináljanak belőle. Hát egy kicsit roslás, tehát látszik, ez már régóta itt van. Tehát biztos, hogy errefele ment egy vágány, tehát vagy erre jöhetett még, de ott nem, ott biztos nem jött. Mert az már kimegy a szintén a Vedes Péter útra. És ott nincs oszlop, hanem itt, és ott a következő felső vezetéktartó oszlop, amit látok. Tehát biztos, hogy itt jött. És most valószínűleg elment a Pilóta utcáig, és ott csatlakozott be. Siba, de mindjárt megnézzük azt is. Hát ugye itt már látható nyomai nincsenek, hogy itt valaha vonatok jártak. Pedig így van. Biztos, hogy itt kellett valahol mennie. Még azt is láttam kézzel, hogy nem volt beépítve még ez a környék ennyire, és itt a járda helyén mentek a sinek. Tehát vagy itt mentek, vagy itt mentek valahol a sinek annó. Mert ugye ott kellett az oszlop mellett valahol menniük. De hát ez majd kiderül később, de hát talán még a nyomát is. Annak, hogy errefele vonatok jártak. Hát ugye nyilván ugye személyszállító vonatok el nem voltak, csak tehervonatok úgymond, mert ez egy iparvágány volt, ami a Gödöllői hívből ágazott le, tehát errefele nem voltak üzemszerűen járó részevieket szállító vonatok. Viszont a Rákoskeresztúri szájvonalon igen, de azt majd később fogom megnézni, most nincs arra időm, hogy arrafelé is elmenjek, de az még talán egy kicsit látványosabb is. Itt a látványos része az eddig tartott, ahol ugye nyomai voltak az egykori vasútnak. Ott a legendás őrfőzdénél, meg ott a Lándzsa utcán az oszlopok. Meg ugye még símmaradványok is. És ez megint csak egy ilyen oszlop, felső vezetéktartó. Tehát valószínűleg errefele is jöhetett. Valahol itt volt. Tehát innen akkor vagy egyenesen mehetett tovább, arra, ahol a kocsik jönnek, vagy pedig ott is van egy oszlop egyébként ott az út szélén. Viszont ebben az utcában másikat nem látok, de az amiatt is lehetett, hogy kiszedték azokat az oszlopokat, mert hogy útban voltak ott valaminek. Viszont nem tudom, meg kell nézni, hogy errefele van-e még több. Most így nem látok így hirtelen, de így közelebb megyek és megnézem.
Hát ugye errefele több nyomát nem láttam annak, hogy itt valaha vonatok jártak. Se errefele nincs több oszlop, se ebbe az utcában nem láttam másikat, viszont ott a Veres Péternél igen, tehát szerintem visszamegyek arra, és akkor ott kutakodok tovább. Mert igazából ez most ugye ezt nagyon jól látjátok, ez egy ilyen kertvárosi rész, ez már Sashalom. Hát ez ilyen kertvárosi, ilyen vidéki esővezet. De nem mindig volt ez ám így szerintem, tehát ez még az 50-es évek környékén, vagy 60-as években szerintem ez ennyire nem volt még beépítve. Tehát itt igazából itt nem volt csak ilyen egy-két tanyavilág, pusztaság, ilyesmi lehetett. Ugye itt a Veres Péter úton befelé. Tehát valószínűleg, tehát még az is lehet, hogy nem mindig pont az utcákon kell keresni itt a nyomvonalat, mint ahogy itt is látjátok, hogy arra, meg amarra is. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy nem volt ez ennyire beépítve, és itt valahol ugye olyan területen ment, ami ugye azóta beépült, és nyilván az összes nyomokat eltüntették. Ugye, mint tudom én, például épült oda egy ház, vagy valami ilyesmi történhetett ott a vonalban. Megnézzük, akkor itt visszamegyek a Veres Péterre, és megnézem, hogy ott van-e még valami. Ott láttam egy oszlopot, tehát lehet, hogy lesz ott még több is. Ugye eddig volt ugye, itt a régi katonai bázis, meg itt a főút között nem nagyon volt akkor még beépítve semmi. És el tudom képzelni, hogy ugye így keresztül ment. De hát majd mindjárt akkor majd visszatérek, hogyha valamit találtam. Csak az szintén, mert most egy kiderült, hogy egyik kamerám sem működik rendesen. Hát az egyik az most érzed is, hogy teljesen tele volt töltve, és fél óra után megadta magát az aksia. Na, ott megy egy hív. Meg ez fix fókuszú, ezzel nem lehet zoomolni. A mobil se bírja most valamiért, nagyon meríti az aksit a kamerázás. Kéne már szereznem valahonnan egy normális kamerát, amelyik nem adja meg magát 20 perc videózás után. És akkor talán minőségi képeket is tudnék csinálni. De hát a projekt az már terve van véve, csak hát ugye nincs még rá keret, de amint lesz, meg lehetőség lesz rá, nyilván veszek majd egy ilyen jobb fajta kézi kamerát. És ugye ott látszik az a rozsdás oszlop. De majd közelebbről sem. Na szóval itt van még egy felső vezeték tartó, szóval az Őrhalom utca elején van. Meg is mutatom, Őrhalom utca itt van. Tehát valószínűleg, és ott arra fele látok még egyet, tehát szerintem valami vágány még itt is mehetett a bicikli út helyén. Bár arra én nem tudtam, de el tudom képzelni. Na mindjárt megnézzük itt arra fele, és hát ott... Aha, na ezt figyeljétek, tehát itt van még egy felső vezeték tartó oszlop, ami valahonnan onnan lehetett itt a Delta után. Tehát ez is éves, és itt is van egy. Ez a Gordonka utca. És eddig az utcáig én elsétáltam. Tehát lehet, hogy mégis csak volt itt valami. Bár akkor abban az utcában nem láttam semmit. És most se látok többet. De lehet, hogy van. Egy kicsit jobban el kell nézni arra, de nincs. Nincs több. Pedig akkor itt valószínűleg akkor itt errefele csak jött valami vonal. Hogyha ezt ide kellett rakni. Tehát lehet, hogy itt egy ilyen hudok volt. Itt is, de... Hát nem tudom, ennek vagy később utána nézek, hogy volt. Itt is van egy, szintén egy kimányos oszlop, ez már a Gondok utcán van. Egy olyan mintegy 50 méterre, de úgy az fel kb. A másiktól. Ja, úgyhogy még arra is gondolok, hogy nem itt a bicikli út mentén ment, ugye, hanem itt a házak között a nyomvonalon mehetett. Amikor még nem volt ez ennyire beépítve. És így ment el egészen a Pilóta utcáig. Megpróbálok ennek is és utána járni, aztán meglátjuk, hogy ez belőle. Tehát ott arra fel látszódott még, hogy ott vagy... Így picivel alvébb ott volt egy oszlop még, nagyjából olyan nyomvonalban, mint hogyha így jönne. Tehát lehet, hogy amikor ez még nem volt beépítve ez a környék, akkor ugye itt ment így átlósan keresztbe. Mert ugye akkor viszont, ugye, hogyha így nézzük, akkor valahol úgy arrafele kell mennie, úgy jóval messzebb.
akkor viszont a következő mellékutcába is, ha találunk kéne, hogyha találunk nyomokat, akkor valószínűleg így történt. Meglátjuk. Sziasztok, Gárda utca, csak egyel arrébb, és itt is van egy. Nagyjából pont olyan nyomvonalban. Tehát lehet, hogy tényleg itt jött így az út mellett, van valami vágány régebben és annak. Bár az is lehet, hogy egyszerűen felhasználták újra az oszlopokat. Hogy nem is itt volt, csak felhasználták. Azt, hogy máshonnan kiszedték, hogy erre még jó lesz, nem lehet, hogy itt van sas valami hét megálló. Az út túloldalán, úgyhogy elnyitottam is. Sasson meg a Mátyásföldi repülőtér között is volt egy nyíltani kiágazás, az viszont biztos arról én is tudok. De hogy... Hát illetve az iparvágány maradványai megvannak. De hogy pontosan az, hol ágazott ki, azt érte senki nem tudja.